A tűzijátékot árusító helyeken a vásárlók kisebb és nagyobb, olcsóbb és drágább termékek közül választhatnak. Ez az úgynevezett sárkánytojás, amely pár száz forintba kerül. Érdemes tudni, hogy Magyarországon továbbra sem szabad birtokolni és felhasználni petárdát, a legálisan megvásárolt pirotechnikai termékeket pedig minden esetben célszerű szilveszter éjszakáján felhasználni, hiszen a hatályos jogszabály értelmében azt később már nem lehet. A termékek között több kategória van. Az egyes kategóriát azt 16 éves kortól lehet vásárolni, egyébként azokat évközben is lehet kapni, és egész évben el lehet használni. Kettes-hármas kategóriát csak 18 év fölöttiek vásárolhatnak, és azt nem is lehet használni, csak 31-én este 6 órától, másnap reggel 6 óráig elhasználni. Az értékesítők arra hívják fel a figyelmet a közrend és a közbiztonság érdekében, a magyar nyelvű tájékoztatót és használati útmutatót mindig figyelmesen olvassák el és kövessék a felhasználók. A telepek a legegyszerűbben kezelhetők, ezeket csak le kell állítani, egy agyagréteg van az aljában, ami gyakorlatilag stabilizálja a telepet, és csak meg kell gyújtani a gyújtózsinort, hátralépni és lő a tűzijáték. A rakéták veszélyesebbek, arra hívnám fel inkább a figyelmet, mert azokat üvegből kell indítani, hát semmiképpen sem kézből, a legkisebbeket sem, és meg kell támasztani az üveget két oldalról, hogy biztosan ne boruljon és ne más irányba menjen, mint ahová kell neki. A vásárló a fel nem használt, hibás vagy lejárt szavatoságú tűzijátékot 2017. január elején köteles visszaszállítani a forgalmazónak, akinek kötelezettsége az ilyen termékeket visszavennie pénz visszaadása nélkül.